Január és április között hullatják el a szarvasok az agancsokat. Sokan nem tudják, hogy ezek birtoklása, értékesítése bűncselekmény, és igen borsos, mintegy 100 000 forinttól 5 millió forintig terjedő bírságot vonhat maga után. Az agancsot kizárólag írásos engedély birtokában lehet gyűjteni, amit a helyi vadásztársaság állít ki, mondja az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezetének titkára. Tradíciója van az agancsgyűjtésnek, az illegális agancsgyűjtésnek, ugye lehet legálisan is gyűjteni, sőt megelőzendő az eltulajdonítást a frekventáltabb helyeken, ahol nagyobb szarvasállomány vagy dámszarvasállomány található, ott maguk az erdőgazdaságok vagy vadászatra jogosultak adnak engedélyt a gyűjtés szenvedéllyel végzőknek, hogy visszakerüljön hozzájuk maga az agancs, fizetnek érte valamit. Tavaly a hullajtott agancsból csak Tolna megyében 100 millió forint folyt be. Egy kiló agancsért megközelítőleg 5 000 forintot adnak, ám a fekete piacon ennek a négyszeresét is kifizetik az agancsokért. Király István azt mondja, többek között az agancs hullajtás miatt van érvényben erdőlátogatási tilalom a Gemenci erdőben február 4-e és március 14-e között. Az erdőlátogatási tilalom oka elsősorban a gímszarvas agancs hullajtásának az időszakával köthető össze, és akkor abban nyilvánul meg, hogy a hullajtott agancs gyűjtését próbálják megelőzni, ami azért nem kis értéket képvisel, illetve az ebből eredő zavarás. Tehát ugye nyilván ennek a gyűjtése jellemzően jogszabálysértő módon történik, és ezáltal a vad zavarása a vadállományra nézve is hátrányt okoz. A vadászkamara titkára azt mondja, nem csak az értéke miatt nem szabad gyűjteni az agancsot, hanem azért is, mert a megzavart vadak ilyenkor természetellenesen viselkedhetnek, ruddiba verődve vonulhatnak és kimehetnek az útra, ott balesetet okozva. Számítani kell tehát a vadak megjelenésére Tolna megye útjain a következő időszakban.